Az állatoknál a hőgúta tünetei lehetnek a magas láz, a testhőmérséklet emelkedés, hányás, remegés, túlmelegedett végtagok, nehezített légzés vagy az elkékült nyálkahártyák. Az állatvédők főleg a fővárosban találkoznak hőgútát kapott kutyák mentésével, de ez nem jelenti azt, hogy vidéken nincs ilyen eset. Itt általában nem veszik észre a bajt, vagy szerencsésebb esetben időben megkapják a szükséges ellátást a házi kedvencek. Az állatnak ugyanolyan igényei vannak a nagy melegben is, mint az embernek. Tehát az árnyék, az ivóvíz, és ugye a hő, a testhőnknek a hűtése, tehát ez folyamatos, ez egy bezárt gépkocsiban el lehet képzelni. Én azt mondom mindenkinek, akinek van gépjárműve, üljön be 5 percre a tűző napon, és érezze azt, amit az állat fog, még akár úgy is, hogy lehúzza 10 centire az ablakot, már sokan erre hivatkoznak, hogy le volt húzva az ablak. Nem húzhatja le teljesen, mert akkor az állat kiugrik. Ha nem húzza le teljesen, és nem mind a két oldalon van, nincs húzat, és a gépjármű akkor is felmelegszik. Szóval gyakorlatilag ez nem megoldás, az állatot mindenképpen ki kell venni a gépjárműből, hogyha mi nem tartózkodunk benne. De nem csak az autóba zárva kaphatnak hőgutát az állatok. Olyan módokon tartanak állatokat otthon, hogy semmiféle menedékhely, búvóhely, árnyék, bokor, fal nincs a közelében. Egyszerűen egy udvar közepére egy karóhoz ki van kötve láncon, és a kutya gyakorlatilag se ivóvizet nem kap, se árnyékot, tehát a testhőjét képtelen. Ugye az állatoknak nincs verejtékmirigyük, csak a talpukon és a nyelvükön keresztül hűtik magukat, tehát ennyi lehetőségük van. Nagyon sokan mérgesek a kutyáikra, amikor gödröket ásnak az udvaron, ezt pontosan azért csinálják, mert nincsenek megfelelően, nem tudják magukat megfelelően hűteni. Ilyenkor hagyni kell nekik ezt a tevékenységet, sőt be is kell nedvesíteni esetenként az adott gödröt. A lakásban tartott kutyáknál is figyelni kell bizonyos szabályokra a tartós hőségben. A sétákat érdemes a kora reggeli és a késő délutáni órákra időzíteni, és ezek alkalmával, ha lehet, kerüljük a forró betont. Érdemes más módon is figyelni a hőgúta tüneteire. Hűtsük a végtagokat, fagyasztott vizes tamponnal a végtagokat be kell bugyalálni, ez az egyik legegyszerűbb módja. Ne fürdessük, mert ezzel nem teszünk sok jót. Minél hamarabb vigyük be állatorvoshoz, akik tudják kezelni. Infúziót kötünk be, hidegvizes infúziót, vagy hűtött infúziót, valamint hűsítő fekhelyre tenni a kutyust. Ma már hűsítő játékok is segítenek a kutyusoknak a nyári forróságban. Létezik fagyi alakú gumijáték, amit vízzel megtöltve fagyasztóban kell hűteni, majd azzal játszhatnak a négylábúak. Hasonló játék zselétöltettel is kapható.